Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatár Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Országos honismereti találkozó Bonyhádon, határon innen és túlról is érkeztek résztvevők. Tanszer gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat, évek óta segítenek így a rászorulóknak. 250 éves a Tolnai templom, különleges misével ünnepelték az évfordulót. Felújítják a Bonyhád Majosi Művelődési Házat, néhány héten belül kezdődik a munka. Az ország, sőt a Kárpát-medence számos pontjáról érkeztek előadók és résztvevők Bonyhádra. A négy napos, 27. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia és tábor programjaira. A rendezvény témája idén a regélő szülőföld. A város először szolgál helyszínéül a nívós eseménynek. Az ide sereglő diákoknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgál bázisaként. A gimnázium diákjai a nyitónapon verssel és zenés előadással kedveskedtek az ideérkezőknek. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld lesz. Az ötnapos esemény sorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítik a programokat, illetve a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járják körül a résztvevők. A 7-12. Évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni, szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírból vághatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ez itt a tábor, ezek a táborban megjelennek. Gesztesi Enikő, a Tolna megyei Egyedantal Honismereti Egyesület elnöke hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. A gyerekeknek szabad idejükben lesz lehetőségük helyi néptáncokkal, népdalokkal és Tolna vármegye szépségeinek felfedezésével örökre szóló élményeket gyűjteni. Egyrészt megnézzük Bonyhádot, három csoportban három különböző helyszínt fognak a gyerekek felkeresni, másrészt pedig szerdán Tolna megyétben egy kört, egy 150 kilométeres kört járunk be, Grábót, Szálka, Szekszárd, mert ugye azt a gyerekek nem ismerik, tehát átmegyünk a megyeszékhelyre. A program pénteken zárul, remélhetőleg örökre szóló élményekkel. Szeptembertől ismét lesz posta Tolna-Mözsön. Az állami szolgáltató a fiókot tavaly a magas rezsijárakra hivatkozva zárta be. Kezdetben úgy volt, hogy az intézkedés csak ideiglenes. Márciusban viszont a levélküldő vállalat azt közölte, nem nyitják ki ismét a helyiek által kedvelt épületet, mert az üzemeltetése veszteséges. Most viszont egy helyi cégvezető úgy döntött, leszerződik a postával, így a saját üzletében elérhetőek lesznek a korábbi szolgáltatások. Az első nyitvatartásra várhatóan szeptember első napjaiban kerül sor. Augusztustól az aktív életmódot és a napi testmozgást elősegítő programokra és fejlesztésekre ajánlhatják fel a népegészségügyi termékadó fizetésére kötelezett cégek a befizetett adóterhük 10%-át, közölte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kedden. Így az év 9. hónapjától a felajánlott pénzügyi forrás már nem csak kommunikációs és szemléletformáló kampányokra, hanem olyan konkrét programokra és beruházásokra is fel lehet használni, amelyek az egészséges étkezés népszerűsítését, az aktív életmód ösztönzését szolgálják, valamint az élménysport és a szabadidős tevékenységek térnyerését mozdítják elő. Rászoruló családok gyermekeinek gyűjtenek iskolai tanszereket a Máltai Szeretett Szolgálat Szekszárdi csoportjának tagjai. A karitatív programnak már hagyománya van a Tolnai Vármegye székhelyen.
Szívesen fogadják a nem használt vagy felesleges felszerelés bárkitől, akinek nincs rá szüksége, hogy tovább adományozzák azt. Iskolatáskák, toltartók, füzetek. Bármi nagy segítség lehet azoknak, akiknek helyzetük miatt a tanévkezdés egy súlyos anyagi terhet jelent. A Máltai Szeretett Szolgálat szexádi csoportja most is azon dolgozik, hogy egy kisgyerek se kerüljön hátrányos helyzetbe az iskola kezdetével. Ezzel is próbáltuk egy kicsit támogatni ezeket a rászoruló családokat, hogy akkor, amit abban a hónapban így meg tudtak spórolni azzal, amit tudtunk adni, azt akkor rá tudják fordítani azt a felszabaduló pénzkeretet a tanszerbeszerzésre, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsünk. Már az ezt megelőző években is ugrásszerűen növekedett ezeknek az iskolaszereknek az ára. Idén még súlyosabb a helyzet. Nézem a boltokba az árakat, hát ugyanúgy, mint az élelmiszernek, a tanszernek is legalább duplája lett az ára. És annyira nem mindegy ez. A szexuális embereknél azt tapasztaljuk, hogy nagyon jószívűek, segítőkészek, és hogy amikor bajba jutott emberrel találkoznak, vagy helyzettel, akkor mögé állnak. De most szembe kell néznünk azzal, hogy a legtöbb családot érinti ez a nagy anyagi változás. Ahol eddig korábban meg tudták oldani anyagilag a gyerekek iskola kezdését, már ott is nehézségként jelentkeznek a jóval magasabb kiadások. A Máltai Szeretett Szolgálat egész évben folyamatos támogatást nyújt az arra rászorulóknak. Most augusztus 23-tól 26-ig még áruházi tanszeradománygyűjtést is szerveznek. Több kocsi is áthajtott egy holttesten az M6-os autópályán Tolna térségében hétfőn éjszaka. A rendőrség információi szerint az áldozat egy 34 éves férfi, aki 22 éves nő ismerésével hajtott fel, szabálytalanul a pályatestre biciklivel. Vélhetően ittassak voltak, ezért elestek, majd egy autó elütötte őket. A nő az út külső füves része felé repült, életveszélyes sérüléseket szenvedve. A férfi viszont a másik irányba esett, ahol több jármű is áthajtott rajta. A 34 éves tolnai férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen nem tudták az életét megmenteni. A 22 éves nőt kórházba szállították, őnála alkoholszondás ellenőrzést végeztek, mely erősen pozitív értéket mutatott. A nőt súlyos életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az eset körülményeit a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályán vizsgálják. A korábbi évekhez hasonlóan idén is jótékonysági programot indítta a Dombóvári Önkormányzat egy helyi pékséggel együtt. A kezdeményezés lényege, hogy a sütőipari vállalat egy előre kiválasztott termékének eladása után helyi civil közösséget támogat. Az akció az idei kenyérünnepkor augusztus 20-án indul, és éppen egy esztendőn át tart majd. A vásárlók szavazással dönthetik el, hogy melyik egyesület kapja az összegyűlt pénzt. Voksolni Dombóvár hivatalos Facebook oldalán lehet. Éppen negyed évezreddel ezelőtt, 1763-ban szentelték fel a tolnai katolikus templomot. Ennek apropóján tartottak most a belül nem régen felújított falak között különleges misét. Rengetegen voltak kíváncsiak a tolnai templomban tartott érseki misére. A nem mindennapi ceremóniát Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek celebrálta. 250 éve, amikor az egyházi épület elkészült, szintén az akkori bácsisági egyházi elöljáró szentelte fel. Mindenképpen örvendetés az a 250 év, hogy ezt megélhettük. Én azzal a gondolattal zártam, hogy reméljük, hogy nem csak múltunk van, hanem jövőnk is. Pilinszkinek van egy mondása, a múlt a mi reményünk. Tehát, hogyha Isten megőrzött bennünket így hosszú ideig, akkor remélhetjük azt, hogy továbbra is velünk lesz gondviselése. Hát ez jelenti, hogy tetszett kérdezni számomra a 250 éves templom jubileum. Tolnán szép számú katolikus közösség él, akik szerves részei a város pezsgő közösségi és kulturális életének. Közöttük voltak, akik a templom mostani belső felújítását is támogatták. Zsinka János például saját állványainak ingyenes kölcsönadásával segítette a munkálatokat. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Volt nagyon csúlyos balesetem,
és akkor is a Jóistenre imádkoztam, hogy gyógyítson meg, mert én nekem fel kell épülnöm, én nekem még ebben a világban még dolgom van. Ravasz Csaba helyi plébánosa a mise után arról beszélt stábunknak, fontos volt a felújítás, mert a templom falai között nap mint nap aktív közösségi élet zajlik. Ha meg is újítunk egy templomot, mindig nagy kérdés, hogy kinek, mert ha kikopik a hit, az élő hit, akkor hiába vannak szép falaink. Hál' Istennek sok munkatársammal tudtunk most készülni erre a jubileumra. Azért voltak előmunkálatok, nem kevés, de sokan voltunk, és csak keveset kellett kinek-kinek ebből beleadnia. A 250 éves tolnai templom tehát felújított belsővel várja a híveket. A kormány magasabb ösztöndíjat és ingyenes étkezést biztosít a honvédelmi iskolákban, azaz a szaktárca irányítás alá tartozó köznevelés és szakképző intézményekben tanulóknak. Az erről szóló kormányrendelet a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg. Azt írták, a kadétok a 9. évfolyam második felétől, tanulmányi átlaguktól függően havi 16-67 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek majd. Az ösztöndíjak február 1-ig visszamenőlegesen módosulnak, a különbözetet egy összegben a módosítás kihirdetését követő 60. napig térítik meg. Erősen ittas volt az a román sofőr, akinek kiégett a kamionja hétfőn reggel az M6-os autópályán Dunaföldvár térségében. Mint arról a hét első munkanapján beszámoltunk, a hatalmas járműnek a raktere kapott lángra. A platón üvegek voltak. A vezetőt megszondáztatták a helyszínen, a műszer pedig magas értéket jelzett. Ezért a román férfit előbb mintavételre előállították, majd vele szemben ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult. Közel 100 millió forint saját forrásból újítatja fel a Majosi városrészben található művelődési házat a Bonyhádi önkormányzat. Az erről szóló kivitelezői szerződést kedden írták alá. A munka így néhány héten belül elkezdődhet. A Bonyhádi önkormányzat önerőből finanszírozza a sokak által várt beruházást, a Majosi Kultúrház fejlesztését. Néhány évvel ezelőtt már kicserélték az ingatlanon a nyílászárókat és megcsinálták az utcafronti homlokzatot. Most ennél átfogó felújítás veszi kezdetét hamarosan. A második ütemben, amiről jelenleg itt szó van, a komplett külső-belső helyiségeknek a felújítása fog zajlani. A homlokzat tekintetében a vakolatok leverésre kerülnek, úgy szintén a belső helyiségben komplett padlóburkolat rétegrendek cseréje, valamint a szaniterek víz és szennyvíz alapvezetékek, villamos alapvezetékek cseréje, valamint a világítótestek, lámpatesteknek a komplett cseréje zajlik. A kivitelező 240 nap alatt újítja meg teljes egészében az épületet. Az első ütemben már megújult a teljes tetőszerkezet, a belső tánctér, a padló, új fűtési rendszert és vizes blokkokat alakítottak ki. A szebb napokat is látott terasz is megújul. A szerződést aláírtuk, és a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésre a kivitelezésnek arra, hogy itt a Majosi Kultúrház teljesen megújulhasson. Én nagyon bízom benne, hogy nagyobb akadályok nélkül végre a majosiak álma megvalósulhat, hiszen nagyon régóta várják, hogy ez az épület olyan állapotba kerüljön, ami méltó ehhez a településrészhez is, és magához a kultúrházhoz is. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki, aminek már a kettes ütemtervének megvalósítására fog sor kerülni szeptember közepétől. A munkálatokra közel 100 millió forintot terveztek be a 2023-as költségvetésben, amit a közgyűlés egyöntetűen szavazott meg. Bízom benne, hogy a jövő tavasszal, ha jól számolunk, ugye a 240 nap, az körülbelül 8 hónap, most augusztus közepén vagyunk, valamikor április közepén zárul le a kivitelezés, és ezért abban gondolkodhatunk, hogy jövő tavasztól már birtokba vehetik a majosiak a megújított kultúrházat. Valós igény van az épület helyrehozatalára. Egyrészt azért, mert nagyon rossz állapotban van, másrészt a helyi civil szervezeteknek és korosztálytól függetlenül a lakosságnak is egy olyan teret biztosít majd, ahol kultúrát körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek. Regionális híreink következnek.
Méteres fia a pécsi Kovács Béla emlékház körül, a város helyett a Fidesz takarított, majd megjelentek a kaszáló emberek is. Katonai objektumba várták a ralisokat, kiemelten figyeltek a biztonságra a szervezők. Régi hagyományokat is felelevenítettek, német mulatságot tartottak Pécsváradon. Egész nyáron elhanyagolt a Pécs városa a Kovács Béla emlékház körül szükséges gyomtalanítást, kaszálást. Méteres fűnőtt és gazos volt az udvar. A környéken élő helyi képviselő és a pécsi polgári közösség tagjai vették kézbe a munkát, és az átkapun kívül az utcafronton sikeres gazírtást végeztek. Hétfőn viszont váratlanul megjelentek a város egyik cégét képviselő munkások, és az udvart kezdték gyorsan takarítani. Méltatlan elhanyagolt állapotban volt a Kovács Béla emlékház Pécsen az idei nyáron. Városunk híres szülötte nem ezt érdemli. Gaz, gyom mindenfelé az udvaron, és méteres parlag fő a ház előtt is. Ez pedig már közterület. Hónapok óta senki nem gondozta a környéket. Hívja fel a figyelmet a pécsi Fidesz frakció vezetője Csizmadia Péter. Megdöbbenéssel tapasztaltam erre járva kollégámmal együtt, hogy milyen állapotok uralkodnak a Kovács Béla emlékház udvarán, illetve itt a közterületen a ház körül. Egész biztosan itt nagyon-nagyon régóta semmilyen zöld felületkezelés, egy fűnyírás nem történt. Tehát felverte a gaz az épületet, nagyon-nagyon csúnya benyomást keltett. Azért mégiscsak Pécs egyik neves szülöttéről van szó. Kovács Béla az, akinek a nevéhez és az elhurcolásához fűződik a Szovjetunióba elhurcolt áldozatok emléknapja. Egy emblematikus szereplője a magyar történelemnek. Pécsnek méltó módon kellene őrizni az emlékét, hangsúlyozta Csizmadia Péter. Sajnálattal tapasztaltam a korábbi évekhez képest, hogy idén ez nem így volt, így aztán a pécsi polgári közösség önkénteseivel és Muzs Zoltán képviselőtársunkkal, aki itt a helyben, körzetben él, fogtuk magunkat, és hát a közterületet azt rendbe tettük, ugye zárva volt az épület, lezárva találtuk, nem tudtunk bent rendet tenni, de minden esetre azt örülök neki, hogy a mai napon az önkormányzat illetékesei, azok hát mondjuk úgy, hogy soron kívül, de észlelve a problémát, végre kézbe vették, és a karbantartási feladatokat az udvaron is ellátták. Ugye ezt láthatják most a nézők. Így most már valóban méltó környezetben lehet az emlékház. Rally versenynek adott otthont az egykori katonai objektum Pécsen. Az Áper laktanya évek óta üresen áll, mára csak egy lepusztult épület, körülötte 47 hektáros telekkel. Itt alakítottak ki egy 2,2 kilométeres pályát az autóknak az ötletgazdák. Ez azonban csak a kezdet, további versenyeket terveznek pályabővítéssel. Így vette be ezt a kanyar kombinációt az egyik versenyző hétvégi rally versenyen Pécset az Áper laktanya területén. Ezzel az autóval is rajthoz álltak. A vezetője azt mondta, két éve rallizik. Hobbiból autózunk, egy Honda Civic Type-errel megyünk, navigátorommal, Zolival, Budapestről érkezett. És maga a pálya nekem nagyon tetszik, szeretem az ilyen csúszkálós részeket, itt talán nem annyira az időt fogjuk nézni. Egy másik induló már két évtizede az autósport szerelmese. Azt mondja, igazi szenvedélybetegség ez. Erre a versenyre azok jöttek el, akik maguk fizetik ezt a szenvedélyüket. Most azt nem tudnám megmondani, ugye, hogy ki milyen költségvetéssel űzi ezt a hobbit. Én azt mondom, hogy ezt a Záper laktanyás kezdeményezést pozitívnak tartom. Itt ki tudják élni magukat azok, akik mögött nem állnak támogatók, mondta Zsolt. Ez a legelső versenyünk, ezt egy hónapja kezdtük el szervezni, amikor megkaptuk a területet. Most a területen rengeteg munkánk volt. Tehát kis csapatommal, most nem sorolnák neveket, mert nagyon sokan vannak, többen itt versenyeznek is. Elkezdtük kitakarítani, tehát olyan utakon megyünk most, ami előtte, tehát másfél hónapja egy 30 centis vadcsapás volt.
Munkagépekkel sikerült kialakítani egy 2200 méteres pályát erre az eseményre, mondja a főszervező. Kiemelten figyeltek a biztonságra. Mint ismert, egy hete halálos baleset történt a Veszprém Rallin. Sajnos múlt heti tragédiából okulva olyan nézői pontokat jelöltünk ki, amely magasabban is van, mint a nyomvonal. Messze is van a pályától, próbálunk rá törekedni arra, hogy minél messzebb legyenek a nézők, de minél többet lássanak. Tehát ezért az utolsó héten nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez kialakuljon és biztonságos legyen. Összesen 60-an versenyeztek az Áper laktanyában kialakított pályán. A szervezők egy sorozatot képzelnek ide, ami több nyomvonal kialakítását is jelenti. A következő forduló szeptember közepén lesz, ahol már egy 2600 méteres pálya várja majd a résztvevőket. Már régóta hagyománya Spéth Chopin német rendezvény Pécsváradon, így idén is színes programokkal várták az érdeklődőket a Városháza előtt. A német hagyományok ápolása mellett a szervezők elkötelezett célja, hogy összehozzák az embereket egy családias párórára. Pécsváradon idén is német mulatságot tartottak a hétvégén. A Spéth Chopin névre hallgató rendezvényen idén is nemzetiségi zenés, táncos produkciókat tekinthettek meg az érdeklődők a Városháza előtt, ahol a legkisebbektől az idősebb korosztályig minden generáció jelen volt. Ez a mai esemény, ez a Spéth Chopin, egy nagyon régi hagyományos rendezvény a városnak. Mindig a német önkormányzat szervezi, a pécsváradi németek baráti körével karöltve, és mindig augusztusban a Szent István napok keretében kerül erre sor. A rendezvény fő célja a német kultúra és a kapcsolatok ápolása, hiszen a város testvér kapcsolata Hausmannstetten is egy delegációval képviseltette magát. A nyelv és hagyományok gyakorlása mellett az ilyen programok összehozzák az embereket nemzedéktől függetlenül. Az elsődleges feladata, vagy az elsődleges célja ennek a rendezvénynek az, hogy az embereket összefogja, hogy alkalmat teremtsen a találkozásra, a beszélgetésekre, és mindezt lehetőleg kétnyelvűen tegye, tehát őrizzük az egyik és a másik anyanyelvünket is, őrizzük az egyik és a másik hagyományt is, tehát általában a színpadi program az nemzetiségi program, és mindenféle művészeti ág, illetve mindenféle korosztály képviselteti magát ebben a programban. Az eseményt egy a kulturális programot követő közös vacsora, majd egy utcabállal zárták. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Országos honismereti találkozó Bonyhádon, határon innen és túlról is érkeztek résztvevők. Tanszer gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat, évek óta segítenek így a rászorulóknak. 250 éves a Tolnai templom, különleges misével ünnepelték az évfordulót. Felújítják a Bonyhád Majosi Művelődési Házat, néhány héten belül kezdődik a munka. Szerdán napos és felhős időszakok, valamint területek váltakoznak. Marad a meleg, füllettebbé válik a levegő. Éjszaka csökken a csapadékhajlam, egyre kevesebb helyen fordulhat elő záporeső, zivatar. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!